Játék a tanulás. Ez a jelmondata 2016-ban indított Okos Doboz interaktív tanulási felületnek, amely most 600 kérdéssorral bővült. Közel 50 külhoni gyakorló pedagógust vontak be a fejlesztési munkába, aminek köszönhetően az ingyenes felület ma már ezzel a tartalommal kiegészítve érhető el. A sajtótájékoztatón, ahol elsőként került bemutatásra, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy ezzel a feladattal munkájának mindkét aspektusa összeért, hiszen egy olyan programról van szó, amelyben jelentős szerepet vállaltak a külhoni magyar oktatás képviselői, valamint a nemzetpolitikai államtitkárság kollégái. A járvány idején azt vették észre a fejlesztők, illetve azok, akik az okosdoboz kialakították, hogy egyre több feladat megoldás jön határon túlról. Először csak 5%-nyi körül, most már több mint 10%. És innen is jött az ötletük, és kerestek meg bennünket, hogy ezt a fejlesztést csináljuk úgy meg, hogy még inkább vonjuk be a határon túli magyar pedagógusokat, illetve gyerekeket, felhasználókat, mégpedig úgy, hogy az adott régiókra vonatkozó feladatok is jelenjenek meg. Felvidéken keresztül Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, a horvátországi, illetve muravidéki régió, és az adott régióra vonatkozó történelmi, magyar irodalmi, kultúrtörténeti, földrajzi, néprajzi ismereteket lehet elsajátítani, illetve erősíteni, akár tanórákon, akár pedig otthon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a járvány sok szempontból nagyon-nagyon rossz volt, illetve most is tart és nagyon rossz, de ebből a szempontból, hogy új módszereket tudtunk meghonosítani, illetve figyeltünk fel új dolgokra, ezt előnyünkre tudtuk változtatni. Örülök annak, hogy itt Dombóváron és eddig is használták az okosdobozt, és eztán még inkább egy olyan hetedikes osztállyal néztük ezt meg, az újdonságot, akik egyébként a határtalanul vetélkedőben is, illetve majd a kiránduláson is részt vesznek tavasszal. A Dombóvári Általános Iskola lelkes tanulói vették birtokba elsőként az installációt, és mutatták be a gyakorlati működését. A diákok magabiztosan kezelték a programot, amelyet megálmodói úgy fejlesztettek ki, hogy a tanulási felületet segítség nélkül vehessék igénybe a gyerekek, akik egy-egy feladat elvégzése után rögtön le is ellenőrizhetik azt. Készítsd el Hunyadi János bemutatkozó kártyáját, mutasd a kártyára az igaz állításokat. Az intézmény vezetője, Szenyériné Szabolcska Júlianna köszöntőjében rávilágított, mennyire fontos, hogy a mai kor szellemében tanítsanak. A régi módszereink azok már nem alkalmasak ennek a korosztálynak a hatékony és eredményes nevelésére. Ha én jó történelem órát akarok magam mögött tudni, akkor meg kell feleljek azoknak az elvárásoknak, amit ezek a csillogó szemű gyerekek elvárnak velem szemben. A jelenlegi adatok szerint már több mint 46,5 millió megoldott feladatnál tart a digitális oktatási felület. Az élményközpontúság, az alkalmazhatóság, a maradandó tudás megszerzése volt az elsődleges cél a tankönyvfüggetlen digitális taneszköz megvalósítása során, hangsúlyozta Szűcs Dóra ügyvezető. Az okosdoboz ötlete 2011-ben jött, csak 16 óta vagyunk jelen a digitális, az online térben, az interneten. Korábban CD és pendrive-okon, illetve ilyen kis számítógépeken telepített programként volt jelen. Az ötlet onnan ered, hogy szeretünk volna az interneten olyan tartalmat fejleszteni a gyerekeknek, ugye ott vannak, az az ő terük, most már azt kell mondani, hogy a szocializációs terük is, ahol az iskolában elsajátított tudásaikat játszva gyakorolhatják, illetve tanulhatnak, úgyhogy észre se veszik a tanulást. A feladatoknak a gerince, mindig azt szoktam mondani, ez a mindenkori nemzeti alaptanterv. Tehát a témaköröket mindig az alaptanterv határozza meg, és egy nagyon nagy csapattal dolgozunk együtt. Igazából az első 14 ezer feladatnál 200 tanárral dolgoztam együtt, ugyanis az a mi elvünk, hogy minden egyes feladatot olyan gyakorló pedagógus találjon ki, aki ott van minden nap a gyerekek között, tehát a mindennapi gyakorlatát tudja átépíteni, átfordítani digitális tartalommá. Tehát vannak a pedagógusok, és aztán utána jönnek a lektorok, szakmai lektorok, pedagógiai módszertani lektor, a grafikusaink, a programozóink, a tesztelőink, tehát egy nagyon nagy csapat dolgozik azért, hogy ezek a tartalmak olyanok és olyan minőségűek legyenek, amit most az oldalon lehet látni. A projekt folyik, a projekt egészen jövő év februárjáig tart. Lesznek még webináriumok a pedagógusoknak, jövő héten publikáljuk a módszertani kézikönyvet és a még hiányzó feladatokat is.
Az eseményen Erdélyből a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke Burus Siklódi Botond is részt vett, aki beszámolt róla, hogy a korábbi tapasztalatok alátámasztották, hogy az okosdobozt mind a diákok, mind a pedagógusok ismerték már. Mi is, a mi régiónk is, egyelőre az ének, zene és a vizuális nevelés, tehát általában a kultúra területéről feladatokkal jelen lehetünk a programban. Számunkra egy nagyon fontos kezdeményezés azért is, mert ezzel az oly sokat áhított Kárpát-medencei magyar, egységes magyar oktatási térnek az alakulásához alapvetően hozzájárul, azáltal is többek között, hogy már a NAT-ban való jelenléte a határon túli régiókra jellemző feladatokkal, kérdésekkel mindenképpen hozzá fog járulni az anyaországi, de a határon túli diákok általános műveltségének az alakításához. Nagy-nagy kíváncsisággal és nagy ambíciókkal láttak hozzá, és tulajdonképpen egyfajta válogatást kellett megoldanunk ahhoz, hogy egy olyan szűkebb körű csapat alakulhasson ki az adott témakörökre, amelyekre épültek aztán az elkészült feladatok. Hát mindenképpen nagyon jó szakmai kihívásnak tekintették, és ugyanakkor pedig nagy elégtétel is számukra, hogy jelen lehetnek kreativitásukkal ebben a projektben. Az elmúlt időszak rávilágított arra, hogy szükség van az ehhez hasonló felületekre, ami az online tanulásban, ismétlésben lehet a diákok segítségére, akár felnőtt segítsége nélkül is. Az online felületen keresztül a magyarországi és a határon túl élő fiatalok játékos formában ismerhetik meg anyaországuk értékeit, betekintést nyerhetnek a magyar oktatás ismeretanyagába.